Hol van a képem, Krisztián? Nem került ki. Csatlós Krisztiánként. Úgy kikerült, bizonyám. Ugye? Köszöntöm mindenkit nagy-nagy szeretettel, közben elindult ittán kérem szépen a pénteki restart, amelyben én éppen rágyúrtam az adásra, de hát úgy néz ki, hogy ebből senki nem fog látni semmit. Majd maximum itt adásban. De úgyis csak viccelek. Köszöntök mindenkit, én a Vendi vagyok. Péntek van, kérem, úgyhogy összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit, és az egész hétvégén megúsztok engem, hiszen ugye hétköznap van csak restart, legközelebb majd hétfőn fogtok tudni engem látni, de ezt majd a műsor végén úgyis elmondom. Most viszont még van egy óránk, amikor tudunk informatikai témákban értekezni. Történt egy pár dolog a héten, leginkább találgatások voltak, ugyebár, hogy mik is lesznek itt, kérem szépen. Na, megvan? Krisztián, megtanítsalak posztolni téged a Facebookra? Vagy mit kell csinálnod? Hiper-szuper telefonja van, de nem tud egy Facebook posztot kitenni. Ez sok embernek a problémája egyébként. Igen. Nem igazán látom, hogy kiment volna. Én nem látom. Na mindegy, beszélj akkor vele szerintem, mert úgyis azt mondtad, hogy beszélni akarsz vele. Krisztián beszélni akar Mark Zuckerberggel, mert problémái vannak a Facebook működésével. Én meg azt mondom, hogy szokjuk meg, mert szerintem már körülbelül csak ki fog röhögni bárkit, és hogyha valamilyen véleményt próbál mondani esetleg arról, hogy az ő Facebook rendszere milyen. Na mindegy, hagyarodjunk vissza, tehát azok a dolgokra, amik történtek a héten, tehát találgatások vannak, kérem szépen, például a Windows 9-el kapcsolatban, ugyebár, illetve a Windows 8.1 augusztusi update-jével kapcsolatban, hogy egész pontosan milyen újdonságokat is hoznak. Ezekről a héten azért beszéltünk. Beszéljünk most is, vegyük át újra őket? Vegyük, én azt gondolom, ugyanis újabb részletek derültek ki a Windows 9 legfőbb újdonságairól. Az első történet, ugye az mindenki számára ismert, már jó régóta tudjuk, ez a bizonyos start menü visszakerülése, egy kicsit felturbózott start menü, tehát elvileg a metró felülettel egyetembe fog érkezni, és így össze lesz mixálva a kettő, tehát gyakorlatilag a start menüben elérhetőek lesznek azok a bizonyos csempék, amiről beszéltünk. Aztán a másik fontosabbnak tartott újdonság, az pedig az úgynevezett virtuális asztal támogatás, amely sokakban kis képzavart keltett, mert hogy ugye hát eddig is több asztal volt elérhető. Nem. Eddig kiterjesztett asztal lehetőségek voltak, ugye az ember több monitort használt, akkor egyik monitorról a másikra át tudta húzni esetlegesen azt a taskot, mondjuk egy böngészőt, amit éppen használt. És akkor vagy az egyik monitorom, vagy a másikon volt, vagy ha esetleg még több monitor volt, mert ugye hardware kérdése, de akár 3-4 monitort is be lehet kötni egyébként egy videókártyába, akkor akár 4 monitoron is lehetett váltogatni, hogy egész pontosan hova kerüljön ez a bizonyos asztal. Na, de ez az úgynevezett virtuális asztal támogatás, amit én nemes egyszerűséggel munkaterületnek szoktam hívni, már csak azért is, mert Linux alatt ez körülbelül egy olyan 2 évtizede létezik már ez a fajta munkamód, ha lehet ezt így hívni. Ez arról szól, hogy egy monitoron belül lehet több munkaasztalt csinálni, és ezek között a munkaasztalok között akár egy kattintással, vagy valamilyen billentyű kombinációval változtatni, illetve átugrani egyik munkaterületre a másikra. Ugye, ha kicsit megspékeljük Linux alatt ezt a történetet, akkor ugye annak idején mutattam nektek erre egy érdekes ablakkezelő felületet is, ami Linux alatt ugye beüzemelhető, ez a bizonyos Cube, ami egy ilyen virtuális kockát csinál gyakorlatilag a képernyőben, és azt a kockát lehet forgatni, nagyon szép animációval forog egyik területről a másikra. Na most ott változtatjuk a munkaterületeket, tehát gyakorlatilag ezt tessék elképzelni, hogy egy képernyőn belül van mondjuk egy kocka, aminek akár a tetejére, aljára és a 4 oldalára is lehet pakolgatni munkaterületeket, tehát mondjuk programokat. Tehát ha valaki mondjuk, mit tudom én, dolgozik egy, teszem azt Photoshoppal mondjuk, tehát képet szerkeszt, és mondjuk nem akarja, hogy alul a tálcán sok-sok program meg legyen nyitva, akkor egyszerűen mondjuk a böngészőt meg átteszi egy másik felületre, tehát egy másik asztalterületre, és akkor nem zavar be ott a különböző taskváltások során, hogy egy asztalon van minden, hanem külön-külön munkaterületeket lehet létrehozni. Na erről szól ez a bizonyos virtuális asztal támogatás. Jó, tehát ez nem összekeverendő még egyszer a kiterjesztett asztalon, amikor több monitoros üzemmódot használunk. Úgyhogy ez lesz a Windows újdonság. Hát nevezhetjük újdonságnak, de végül is a Windows szempontjából újdonság. Ha úgy globálisan nézzük ennek a
a jelen létét, akkor, mint mondtam, Linuxban, OSX-ben ez már nagyon régóta megoldható, illetve működő történet. Aztán kicsit átszabják az úgynevezett Charms Bar-t, erről is beszéltünk, ugye ez Windows 8 újdonsága volt, jobb oldalra, de egyébként ez is helyezhető, ha jól tudom, de jobb oldalon van alapértelmezetten, oda viszi az ember az egeret, vagy oda pozícionál, ugye, ha érintő képernyőről beszélünk, és előugrik a keresés, megosztás, különböző eszközök, illetve a beállítások menüpont így nagyban, és itt lehet ezeket elvégezni, akár a csempés felületről, tehát a kezdő képernyőről is. Ugye ennek mondtam a létjogosultságát, hogy nem sok, mert ugye azért van a tálca, ha akarom ezeket amúgy is oda helyezem, és akkor a vezérlőpultot sem feltétlenül lehet, tehát régen sem elérni a start menü, beállítások vezérlőpult alól, hanem gyakorlatilag, ha a vezérlőpult ikonját, indító ikonját kihúzod az asztalra, akkor egy kattintással elérted, tehát ez már csak ilyen kis finomindulatás, hogy ide-oda helyezik, és alapból ott lesz, természetesen át lehet szabni, tehát itt inkább a felhasználói igényekhez próbálják hozzáállítani. Ami ugye egy kicsit olyan érdekes kérdés, hogyha az ember megszok valamit, akkor leginkább ahhoz ragaszkodik, legalábbis én ilyen típusú ember vagyok, szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Tehát ha megszoktam, hogy valahol van valamilyen, vagy valamilyen menüponton keresztül elérek valamit, akkor engem pont, hogy idegesít, hogyha azt elhelyezik máshova, nem? Márpedig a Windows 8-nál ez történt, gyakorlatilag minden máshova, szinte minden máshova került. Kikerült a megszokott start menü, ami ugye nagyon sokak nem tetszését váltotta ki, és ezért nagyon sokan nem is váltottak a 8.1-re. Nem csak emiatt, mert valljuk be őszintén, ugye mutattunk alternatívákat, elérhetőek harmadik féltől származó programok, amikkel szintén el lehet érni, hogy legyen start menünk, míg ha már asztalunk van is. És jelenleg is megoldható az, hogyha az ember rákattint jobb gombbal, ugye a Windows, asztalon lévő Windows bal alsó sarkán logóra, tehát a logóra, akkor gyakorlatilag előjönnek a legfőbb menüpontok, a feladatkezelő, a vezérlőpult, egyéb dolgok most is előugranak. Márpedig ugye a programokat pedig nem feltétlenül a start menüből szokta az ember indítgatni, hanem a legfontosabb programokat kitasszuk az asztalra, ugye, kipakoljuk, vagy pedig ugye, hogyha Windows 8-ról beszélünk, akkor a csempés felületről indítgatjuk ezeket el. Mit röksz? Ja, hogy majdnem csúnyában mondtam, igen, hát ma ilyen hangulatom egyébként, kicsit lazára vettem a figurát, nézzétek el nekem azért ezt, ha esetleg becsúszik egy-két dolog, egy hosszú megbeszélésen vagyok túl, de ez most egy lényegtelen dolog ebből a szempontból. Tehát, ezek a legfőbb változások, amikben a Windows 9-nél lehet majd számítani. A kiadási dátumát azt ugye sokan vitatják, csomóan azt mondják, hogy még lehet, hogy az idén, ilyen híresztelések is vannak, de nagy valószínűséggel, és én inkább ezt tartom reálisnak, a jövő év elején, tehát valamikor a 2015-ös év tavaszán fog majd elérhetővé válni, és hát olyan hírek is vannak, miszerint többféle rendszer fog belőle kijönni, tehát többféle változat fog belőle kijönni, úgy, ahogy azt a régebbi Windowsok esetén is megszokhattuk, és még az is elképzelhető, hogy lesz olyan alaprendszer, ami lehet, hogy ingyenes lesz, tehát legalábbis, aki már rendelkezik valamilyen korábbi verziójú Windows-zal, az ő számára lehet, hogy ingyenesen lesz elérhető a Windows 9-es operációs rendszernek valamely része. Ez is egyelőre csak pletyka szinten van, tehát senki nem erősítette meg. Egy biztos, hogy valami ilyen elképzelése van a Microsoftnak, és ha ezt sikerül végigvinni, és valóban ingyenesen rendelkezésre fogja bocsátani az alaprendszert, akkor azt hiszem, hogy megnyugodhatunk. Hát mi csak bízni tudunk benne, hogy végre egy olyan Windows verzió jön, amiben megint csak legalább annyira meg leszünk elégedve, mint mondjuk a Windows 7-tel voltunk. Ugye ha tartjuk magunkat, vagy tartja a Microsoft magát inkább ahhoz a már nem is tudom, kialakult szokásos, hogy minden második rendszer jól sikerül, akkor elvileg a Windows 9-nek jól kell sikerülnie. Meglátjuk, bízzunk benne, jó? Aztán volt itt kérem szépen olyan hírünk, hogy Kínában ugye betiltotta a kormányzat az összes Apple eszközt, mert hát, hogy nem hajlandó az Apple kiadni ugye a különböző forráskódokat az iOS operációs rendszeréhez, ezáltal nem tudja bizonyítani, vagy legalábbis a kínai hatóságok vagy szakértők szerint nem bizonyított, hogy valóban nem épít bele kémprogramokat alapból az Apple, hiszen reppentek fel ilyen jellegű hírek, így egyszerűbbnek tartotta kitiltani legalábbis a kormányzati szektorban, ugye ez megint csak nem azt jelenti, csomóan félreértelmezik meg, hát igazából a különböző hírportálok headline-jai, tehát a beharangozó, illetve a cikkeknek a címe alapján
amikor csak annyiból áll a dolog, hogy a betiltotta az Apple eszközök használatát a kínai kormányzat, ezt nyugodtan lehet úgy is érteni, hogy egész Kínában nem lehet ilyen eszközöket használni. Ez hülyeség, kormányzati részre nem engedélyezik, de bárki vehet ilyen eszközöket, tehát nincs tilalom, hogy nem árusíthat Apple-ös cuccokat az Apple Kínában, lehet vásárolni, csak hogy úgy mondjam, tehát kormányzati célokra nem lehet ezt használni, úgyhogy de azon kívül bárki bármit csinálhat vele. Aztán egy újabb hír, erről nem volt szó, viszont mert hogy viszonylag frissnek számító hír, kicsit Microsoftos érdekeltségű hír megint, nem újdonság, illetve úgy értem, hogy nem újdonság, hogy nem meglepő fordulat, mert többször is volt már róla szó, hogy ezt meg fogja lépni a Microsoft nem sokára, úgy néz ki, hogy hamarosan tényleg meglépi, beszünteti a régi Internet Explorer verziók támogatását. Bár a Microsoft hagyományosan a konkurenciához képest mindig is nagyobb szabadságot hagyott a felhasználóknak, azt illetően, hogy azok böngészőinek melyik verzióját kívánják futtatni, hamarosan vége szakad ennek a web fejlődése szempontjából igen hátrányos korszaknak. Valljuk be őszintén, ez egy nagyon igaz mondat egyébként. Tehát azt, hogy mondjuk ha valaki egy alap Windows 7-et használ mind a mai napig, vagy ne adj Isten XP-t, és az abban lévő Internet Explorer-t, mondjuk az Internet Explorer 6-ost vagy 7-est használja, hát az tényleg gáz. És hát nagyon sok olyan szolgáltatás, webes szolgáltatás, akár csak a Google-re gondolunk, vagy de a Facebookra is gondolhatunk esetleg, már nem igazán szeretik ezt az Internet Explorer régebbi verzióit használni, és tényleg nem is életszerű, míg a Chrome-ból, a Firefox-ból, de még a Safari-ból is folyamatosan jönnek ki frissítések, szinte heti szinten frissítik. És itt nem csak hibajavítgatásokról van szó, hanem két havonta főverziók is jönnek ki belőle. Addig az Internet Explorer-ből körülbelül az új Windows-okkal egyben szokott kijönni egy új főverzió, ami azért egy kicsit lassú ütem, én azt gondolom. És bár arról is volt itt szó, hogy ezek a bizonyos frissítések, ezek azért úgy be fognak állni legalább arra, hogy havonta egy frissebb kijön belőle, még ha nem is főverzióról beszélünk, hanem alverziókról, ez igazából eddig nem nagyon következett be. Tehát ha az Internet Explorer 10-es vagy 11-esre gondolunk, ami azért most már a legtöbb rendszeren, aki ezt használja, ez fut, most őszintén, mikor frissült ez utoljára? Biztonsági frissítések vannak, jönnek a Windows-zal együtt, és ugye, mint tudjuk, az Internet Explorer a Windows része, tehát ergo, hogyha valami frissítés érkezik, akkor a Windowshoz, vagy az Internet Explorerhez a Windows frissítéssel együtt frissül is. De úgy azért önmagában se ártana, én azt gondolom, nem? Tehát, hogy ennyire azért itt jön be a hátránya annak, hogy valami a rendszer része. És mivel nagyon sokan használják, mert nagyon sokan nem igazán... Mondjuk úgy, hogy értenek a számítógéphez, de odáig sem terjed a tudásuk, hogy egy másik böngészőt feltelepítsenek maguknak. Így nagyon sokan az Internet Explorer-t használják. Tehát ezért van az, hogy a statisztikában az látszik, akár ha a világ, nagy világban nézünk körbe, akár itthon körbe nézünk, bár egyébként itthon jobb a helyzet, hogy az embereknek körülbelül a fele az Internet Explorer-t használja. Ami szerintem nem reális. Itt Magyarországon a kép egy picikét lazább, tehát itt nagyjából egy harmad arányban használják a három fő böngészőt, tehát az emberek egy harmada az Internet Explorer-t használ, egy harmada a Chrome-ot, egy harmada pedig a Firefox-ot, és vannak ugye, mert én is ezt szoktam ajánlani, meg én is ilyen vagyok, vannak átjárhatóságok, tehát van, aki mindegyiket használja, vagy legalábbis kettőt, ami nem is árt, mert bizonyos programok, vagy bizonyos weboldalak, ha az egyikben nem jönnek, vagy nem úgy néznek ki, érdemes ilyenkor megnézni egy másik böngészőben is, mert hát, ha csak valamilyen programozási hibából kifolyólag, csak bizonyos böngészőkkel működik. Nagyon sok ilyen program van, főleg olyan, amely bővítményt használ, különböző JavaScripteket, stb. Vannak olyan JavaScriptek, ami kimondottan mondjuk a Firefoxhoz íródnak. Nekem itt például van is olyan szoftverem, például van itt egy set-top boxunk, aminek a konfigurációs felülete az egy webes felület, ugye, és ezt a webes felületet egy böngészőben kell meghívni, és úgy lehet beállítgatni bizonyos dolgait ennek a set-top boxnak, csak és kizárólag Firefox alatt megy. De még Chrome alatt sem, és Internet Explorer alatt sem hívható meg, hiszen az a JavaScript, amit ő ilyenkor lefuttat a háttérben, az Firefox, tehát Mozilla motorra van írva, és csak és kizárólag a Firefox-al hajlandó működni. Ugye? Tehát, hogy, és nem egy ilyen van, nagyon sok ilyen, akár weboldal is van, ahol ez a helyzet, ezért az ember kénytelen több böngészőt föltenni, vagy használni, és mondom, egyébként sem árt egy ilyen tartalék böngésző. Jó? Úgyhogy ennyit az Internet Explorer-ről.
Végül is ennyi a hír is nagyjából, itt olvasom, hogy van-e valami fontos, amit esetlegesen érdemes ezzel kapcsolatban. Ja igen, az időpont. Másfél év múlva fog, tehát 2016 elején, tehát azért még az messze van, fog életbe lépni egy új rend a Microsoftnál. A Windows minden egyes változatában csak a böngésző az adott platformra elérhető legújabb verzióját fogja támogatni, a korábbi Internet Explorer verziók pedig sem foltokat, sem technikai támogatást nem fognak élvezni a cég részéről, vagy legalábbis nem ingyen. Persze, aki jól megfizeti, annak hasonlóan az XP-hez, még egy darabig szorgosan szállítja majd a Microsoft a javításokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti egyébként, és akkor nézzük az operációs rendszerek lebontásában, és azt hiszem, akkor így aztán tényleg érthető lesz a dolog, hogy Vistán, illetve Windows Server 2008-as változatán legalább Internet Explorer 9-et, a Windows Server 2012-es változatán legalább Internet Explorer 10-et, a Windows 7, Windows 8.x, így mondom, mert ugye a 8.0, illetve a 8.1-es rendszerről beszélünk, pedig az Internet Explorer 11-et kell majd az átlagos otthoni, illetve vállalati felhasználóknak futtatni, ha nem akarnak a szoftver vonatkozásában teljes biztonsági és funkcionális javítások nélkül maradni. Tehát az Internet Explorer 8-as, 7-es, ennek megfelelően teljesen ki fognak esni a Pixisből, és csatlakozik hozzá az Internet Explorer 6-os is, illetve ezeknek olyan alverzióik, mert ugye abból több is volt, ezeket végleg nyugdíjba fogja küldeni a Microsoft. Azok a felhasználók, akik az Internet Explorer szóban forgó elavult változataihoz készült weboldalakkal vagy alkalmazásokkal kívánnak a jövőben dolgozni, mert hogy nagyon sokan egyébként azért használnak még mindig Internet Explorer 6-ost vagy 7-est, főleg céges környezetben egyébként, mert néhány webes rendszer, tehát olyan alrendszerek, amik weben keresztül, intranetes rendszerek, amik weben keresztül érhetőek el, azok, mert nagy része lehet, hogy annyira régi, hogy valóban Internet Explorer 6-ra vagy 7-re van szabva. Tehát ha fölteszed egy újabbat, azzal nem fog működni. De hát igazából ez egy nagy probléma. Tehát ezzel, erre kell megoldást találni, még mielőtt teljes egészében beszüntetik, vagy ezeket a számítógépeket egyszerűen nem szabad internetre alkalmassá tenni, tehát használják ezt a belső rendszert nyugodtan tovább az Internet Explorer 6-ossal, de aki internetezni akar, az vagy egy Chrome-ot, vagy egy Firefox-ot rakjon föl, vagy ne használják ezt a gépet internetezésre. De? Tehát egyébként sem biztos bizonyos rendszereknél, hogy célszerű. Vannak olyan tipikus számítógépes rendszerek, amiknél nem jó az internet, ha van rajta. Mondulunk itt a banki rendszerekre, stb. Stb. Ugye azért senki nem gondolja azt, hogy Marika néni a nem tudom milyen bankban, aki éppen pénzeket visz föl a banknak az adatbázisába, ő neki feltétlenül mellette mondjuk egy Facebook ablaknak futnia kell, vagy interneteznie kell munka közben, nem túl biztonságos ugyanis. Tehát, hogy persze mindenféle tűzfalakkal, védelmi megoldásokkal ezt meg lehet oldani, de én azt gondolom, hogy ne az ilyen jellegű úgynevezett célgépeken ne internetezzünk. Itt nálunk a tévében is ez le van tiltva egyébként. Ha nem is fizikailag, de a kollégáknak a keze az néha azért van bekötözve, mert észreveszem, hogy interneteznek az adásgépeken. Ugye? Előfordult már, amikor jövök be én is, és egy kolléga itt ül az encoder gépnél, és nézi az e-mailjét, és megkérdezem, hogy te mégis itt mit csinálsz? Hát ő csak az e-mailjeit nézi. Arról a gépről, amiről az adás megy képen, ott nem célszerű valahogy, ugye? Tehát azért vannak bizonyos gépek, ahol úgy nem célszerű internetezni, bár mondom, a fizika nincs letiltva, nem azért, mert olyan bonyolult lenne, de egyébként azért, mert most még felesleges plusz feladatokat adni a gépnek ilyen-olyan tűzfal rendszerekkel, azért inkább maradjunk meg annál, hogy van, amit az embernek tudomásul kell vennie, és nem csinálnia, és nem pedig reszkíroznia, vagy különböző, hogy mondjam, tehát óvintézkedéseket tenni ellene. Tehát ha nagyon akarnám, letilthatnám a komplet Facebookozást, meg internetezést, ugye ez tűzfalból megoldható, úgyhogy majd fogok is ilyen szankciókat csinálni, hogyha a kollégák nem moderálják magukat. Ugye, Krisztián? Szegény, mindig vele példálozom, de hát ő egy jó példa erre, igen. Jó, na, nézzük, mi a helyzet, van-e kérdésetek, hozzászólásotok, hiszen azért sok minden volt a héten, meg persze jöhetnek új témák is, nyugodtan tessék hozzászólni. Én most a Facebook oldalunkon, a facebook.com/fixhd oldalon járok éppen, és már figyelem is, hogy miket szóltok hozzá. Böngésző, Attila ajánlít egy böngészőt. Attila, az az igazság, hogy
hogy én oké, ajánld meg, aki akarja, próbálja ki. Én azért nem szeretek itt még több böngészőt rázúdítani az emberekre. Egy, mert annyi van, mint a nyű. Ezeknek nagy része egyébként ugyanúgy valamelyik böngészőre épül. Tehát ne legyünk átverve, de nagyon sok helyen átvernek bennünket, hogy olyan böngészőt adnak ki, ami azt mondják rá, hogy szupergyors, tök jó, meg minden, és igazából semmivel nem különb egy Internet Explorernél, egy Chrome-nál, vagy egy Firefox-nál, sőt, mi több, ha nagyon a motorháztető alá nézünk, akkor lehet, hogy ugyanezt találjuk meg. Tehát lehet, hogy önmagában ez a böngésző, ha nincs fönt valamelyik másik böngésző, nem is működik, csak őt hívja meg a működéshez. És a böngészőknek mondjuk így az ilyen, nem azt mondom, hogy no-name, de az ilyen úgynevezett alternatív böngészőknek a 90%-a ilyen. Csak bizonyos funkciók lehet, hogy le vannak benne tiltva. Tehát például a, nem is tudom melyik az a Komodo böngésző talán? Azt hiszem így hívják. Az a böngésző például, amire azt mondják, hogy a legbiztonságosabb böngésző. Hát én ezt nem mondanám, az Internet Explorert használja, csak semmilyen bővítményt nem enged hozzá pluszba, tehát még a flashek is alig mennek rajta, mondjuk az még talán pont elindul, hát attól biztonságos, meg attól gyors, hogy kicsit ki van pucolva, és csak azokat a részeit hívja meg az Internet Explorernek úgy mellesleg, amit éppen használni kell. Ez bizonyos esetekben jó dolog, mert olyan weboldalakat nézegetünk vele, amihez ez pont elegendő, akkor nincs gond, viszont csak egy olyan weboldalra tévedünk, ahol valami speckó bővítményt kell meghívni, akkor már rögtön gond, mert nem fogja megnyitni. Jó, úgyhogy én azt mondom, hogy böngésző, akkor 3 vagy maximum 4 böngésző, esetleg 5, tehát be lehet itt hozni, mert mondom, sok van. Amit én így mindenképpen ajánlanék, az itt is az, hogy a legelterjedtebbek közül próbáljuk meg válogatni, mert én azt gondolom, hogy még mindig azok a legjobbak, persze mindenki elmehet más irányba, mondom, tehát azt teszünk fel a gépünk, amit akarunk, csak elsünk át a ló másik oldalára sem, hogy már annyi böngésző van a gépünkön, hogy egy, azt se tudjuk, milyen weboldal hova van könyvjelzőzve, mit hol használunk, mi mire képes, és ugye egyáltalán. Tehát, hogy általában az ember úgyis egyet használ. Valljuk be őszintén, ilyen van font több, nekem is fönn van itt az Internet Explorer is, a Firefox is, a Chrome is, általában Chrome-ot használok. Nagyon ritka, hogy bármelyik másikat használom. Most még föltetném a Safarit, az Operát, nem tudom mit, minek? Tehát, hogy ez már kicsit túlzás, én azt gondolom. Jó, Skype-ot kapcsoljam be, igen, hát ezt valahogy mindig elfelejtem egyébként, de már kapcsolom is, úgyhogy Attila nyugodtan csörögjél mindjárt. Aztán Szabolcs, szia Vendi, gratulálok a műsorhoz. Köszönöm szépen. Következő képernyő jelent meg a Windows betöltése után, majd a gép újraindult, nem gyakran, de úgy 3 havonta előfordul ez a jelenség. A hardware egy 3 éves notebook, az operációs rendszer Windows 7 64 bit Ultimate, mi lehet a baj, előre is köszi. Hát ez egy szép nagy kék halál, ahogy így látom. Mi lehet a baj? Hát valamilyen sérülést érzékel a rendszer, ráadásul registry errort, ami azért ritka kiírás. Tehát valószínűleg, nagy valószínűséggel valamilyen törött registry, ráadásul a rendszer számára fontos registry bejegyzésről beszélünk, vagy fizikai, általában meghajtó fizikai hiba szokott még ilyet okozni, úgy ugye pont a merev lemeznek az a területe sérült, ahol a registry van, és ugye ha a registryben nem tud adatokat beolvasni a Windows, az bizony általában a legtöbb esetben kernelpánikot szokott okozni, a kernelpánikot értsd kék halál, tehát hogy egyszerűen nem tud a rendszer betöltő mag, mivel, a rendszer mag mit kezdeni a betöltés során, és egyszerűen ha nem él még a rendszer, mert a betöltés során hiba keletkezett, akkor nem tud vele mit kezdeni az oprendszer, és feladja, ekkor jön a kék halál. Ez az egyik ok, ami elképzelhető. Persze ugye tudjuk, hogy mivel elég rossz a debugolása a Windowsnak, tehát néha nagyon furcsa hibákat tud produkálni, és mondjuk úgy, hogy nem csak, hogy produkálja hibákat, de nincs lekezelve a hiba, tehát nem derül ki, hogy pontosan mi a hiba, ellentétben a Linux-szal vagy más operációs rendszereknél, azért úgy közeles távol lehet tudni, hogy ho-ho, itt mondjuk a hangkártyánkkal vagy a videókártyánkkal van valami gond, mert erre vonatkozik a hiba. A Windows esetében ez nem egyértelmű sajnos, úgyhogy nem tudom neked 100%-ig megmondani, mi lehet a gond. Amit mondtam, ugye a registry errorból kifolyólag szerintem a Vinyódon van valamilyen hiba, mondjuk úgy bad sector vagy ilyesmi, de persze lehet egyéb más, mert túlmelegedéstől kezdve valamelyik hardware illesztő programjának a hibájáig nagyon sok minden okozhat kék halált. Memória hiba, mit tudom én, valamilyen alaplapi probléma, tehát esetlegesen az alaplapnak valamelyik része hibásodhat meg, de ez a registry error, ez ritkább, ugyanis itt általában más hibákat szokott kiírni.
A Registry erről az egyértelműen Registry-ben található valamelyik bejegyzés hibájára utal, de még mindig nem egyértelmű, hogy a bejegyzésnek a hibája ez, vagy nem olvasható a Registry-nek az a része, és ezért ír ki Registry errort, ami nem a Registry hibája, hanem mondjuk a vinyó fizikai hibájából kifolyólag van így. Jó? Úgyhogy ennyit tudok mondani, Szabolcs, javítással próbálkozz, illetve ha tudod, akkor mentsd le az adataidat, vagy remélem le vannak mentve, és próbálj meg egy teljes lassú formázással újrahúzni a gépedet, és akkor lehetőleg, vagy remélhetőleg, hogyha hiba van a vinyón, akkor ugye az mondjuk nem szerencsés azt a vinyót használni feltétlenül, de ha mégis használod, akkor lassú formázás közben elvileg megjelöli azt a területet, és arra a területre nem fog írni többet a rendszer. Ha nem keletkezik újabb bedszektor, ha egyáltalán ez a probléma vele, akkor nagy valószínűséggel a gép újrahúzása után minden rendben lesz, és működni fog a rendszered. Jó? Ezt tudom így első körben mondani, de természetesen ahhoz, hogy 100%-osan biztosra menjünk, ezt azért úgy meg kéne közelebbről is nézni, csak hát erre ugye most nincs lehetőség. Mikivel folytatjuk, aki Skype-on keresztül érkezett meg ide az én gépemre? Szevasz, Miki! Miki! Itt vagy? Halló! Miki! Miki! Miki csöndben van, úgyhogy, ja persze. Bocsi, most már jó? Nekem jó volt eddig is, Krisztián, nem a mikrofonba dugott be, hanem a hangké... De, a pirosba ott dugó. Na, most már hallak, szia, parancsolj! Na, tökéletes, hello! Szóval, ugye múlt héten beszélgettünk erről a hangkártya, az izergésről, különböző zajokról, és ugye mondtad, hogy földelt konnektorba kéne kábelt megnézni, lehet, hogy uh-huh. Áthúzt. Na, megnéztem az adás után, a konnektor elosztó az földelt, sőt a kábel is az volt, de maradt a probléma. Aha. Aztán tegnap gondoltam egyet, és megnéztem az alapgyártóján, hogy átharakott az utóbbi egy évbe föl ugye az integrálthoz újabb drivert, nem rakott. És akkor megnéztem szépen a hidába ugye a hangkártyát, és megnéztem a Realtek oldalán, aki a gyártója. Uh-huh. És ott volt egy tavalyi, mert nekem 3 éves volt az utolsó driver, fölraktam, és érdekes módon fölrakás és újraindítás után tökéletesen megszűnt a zaj. Tényleg? Aha. De és az benne a furcsa, hogy megszűnt. Figyelj, akkor elmondom, hogy mi lehetett pluszban a probléma még. Ha ez valóban szoftveres beállítás kérdése. Az lehet, hogy ugye a hangkártyáknak, ha megnézed azt, hogy hányféle bejárattal vagy kijárattal rendelkeznek, és mi az, ami alapból engedélyező van, tehát mondjuk a lejátszás során aktív, akkor általában CD lejátszó, külső forrást is néha átnyom rá, tehát még egy mikrofont, nem tudom, hogy ezt próbáltad, hogy a mikrofon ugye kimegy a lejátszó eszközön keresztül, de például, ha azokban nincs bedugva semmi, és nincsen kimjútolva se, tehát hogy átengedi a lejátszó eszközön keresztül ugye ezeknek a hangját, az okozhat zajt valóban. Uh-huh. Viszont lehet, hogy az új driver, amit feltettél, azokban ezek le vannak szépen tiltogatva, teszem hozzá indokoltan, tehát amit nem használunk, azt szerintem mutoljuk ki, mert annál kevesebb zaj keletkezhet. Tehát lehet, hogy ott az előző drivernél is csak annyit kellett volna csinálni, hogy az összes többi bejáratot azt szépen kimutolod, tehát hogy egyszerűen ne szóljon, mert lehet, hogy valamelyik eszköz, általában a CD lejátszó vagy valamilyen AUX az áthúzhat, hogyha nincs bedugva semmi bele, ugyebár. Úgyhogy akkor ezek szerint ennyi, és a másik driverben meg ezek szerint ezek az alapértelmezett beállítások, tehát lehet, hogy ezért szűnt meg. Tehát akkor mégsem földhurokról beszélünk. Igen, hál' Istennek, viszont ennek ellenére én azért elkezdtem nézegetni a hangkártyákat is. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy szerinted a hangkártyák milyen átfedésben vannak, hogy jó hangot adjon, ne egy gagyit vegyen az ember, ne egy olyan szintit, mint mondjuk az alaplapi. Hát figyelj, én azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy az alaplapi hangkártyáknak a nagy része, tehát mondjuk egyébként egy Realtek chippel ellátott hangkártyával szerintem különösebb gond nincsen. Tehát, hogy lehet kapni a nagyon professzionális stúdió hangkártyákat, amik, mit tudom én, nem is 8 bitesek, vagy 16, hanem 48, meg még több, mit én, 5.1-et kezelnek, és tényleg olyan broadcast, vagy pro mit tudom, bejáratokkal, kijáratokkal rendelkeznek, Phantom táptól kezdve mindennel, de az nagyon jó drága. Tehát azt hangstúdiókban használnak olyanokat, általában külső hangkártyák ezek, tehát USB-n vagy Firewire-en kell csatlakoztatni a számítógéphez. Amit számítógépbe lehet rakni kártyaként, azok között én azt gondolom, hogy mit tudom én, ilyen 4-5-6-5-8 ezer forintért lehet kapni már hangkártyákat,
azoknak én nem mondanám, hogy sokkal jobb minőségük lenne, mint egy alaplapinak egyébként. Annyiban azért kerülnek ennyibe, meg azért érdemes esetleg, aki egy kicsit többet foglalkozik hanggal, egy professzionálisabb hangkártyába beruháznia, mert azok esetleg tudnak ilyen real-time effekteléseket csinálni. Ugye a Sound Blasternek voltak ilyen hangkártyái, még régen a Live és társai, most is vannak ilyen Audigy és ilyenek, amik azért kicsit magasabb árfekvésben vannak, más professzionálisabb hangkártyák. Nem tudom, hogy mit nevezünk jó hangminőségnek, nekem botfülem van, úgyhogy ezért annyira ez nekem nem is jön át. De én azt gondolom, hogy egy hangkártyának alapvetően egy alap analóg hangkártyának, bár teszem hozzá, vannak digitális hangkártyák is, ugye, de az már csak a hangátviteli rész ugye a végéről, de az, hogy a hangkártya mit ad ki magából hangot, alapvetően CD minőségű hangot az összes hangkártyának ki kéne adnia magából. Most annál jobb minőségű hangba lehet persze, gondolom egy koncertet nem egy alaplapi hangkártyával szoktak behangosítani, ez megint csak az, hogy mire akarjuk használni. Tehát zenehallgatásra szerintem egy egyszerű hangkártya is, vagy egy alaplapi is megteszi. Ha már dolgozni akarunk professzionálisan hanggal, akkor érdemes esetlegesen professzionálisabb hangkártyákat venni. Annak az árszegmense, hát mondom, elmehet a 3000 forinttól egészen a 300 ezer forintig is. Ez attól függ, hogy mennyire akarunk professzionális hangkártyát. És a másik utolsó ilyen kérdésem lenne az pedig az, hogy ugye itt szóba került ugye a zajszűrés a digitális hang átvitelnek, ugye? És én ki is próbáltam, hogy ugye a monitoron van füles ajzat, és ugye HDMI-n van bekötve, így ezáltal rádugtam a hangfalat. Ott sem volt zaj, hozzáteszem rögtön, viszont olyan otvar ronda volt maga a basszus, ilyen torzult volt már a basszus, teljesen le kellett vennem, de akkor meg ugye nem volt egyszerűen a hangfalon basszus, hogy viszont sima ilyen hangfalakra lehet megoldani az, hogy digitálisan legyen, vagy csak 5.1-es rendszerekre lehet digitálisan kiküldni. Hú, hát ez most nem jó a kérdés, jó a kérdés, csak ez kicsit részletesebb magyarázatot igényel. Tehát ugye a hangszóró az analóg, mindig analóg egy hangszóró, mert hát ugye ahhoz, hogy halljuk, ahhoz analógnak kell lenni, tehát a hangszóró ki kell adni a hangot, ez önmagában egy analóg folyamat, mint úgy. Na most, hogy a hangszóró így hogy jut el a jel, abban lehetnek ilyen variációk. Érted? Tehát ugye az analóg 5.1-es, léteznek analóg 5.1-es rendszerek, és léteznek digitális 5.1-es rendszerek. Annyiban különbözik a kettő egymástól, hogy ezeknek az erősítőjéig hogyan jut el a jel. Ugye az analóg rendszereknél általában vagy nincs erősítő, hanem közvetlen a hangkártyába kell bedugdosni a hangszórókat, ugyebár ennek általában kicsi a teljesítmény, azok nem jó megoldások, ha csak nincs magában a hangszóróba pluszba erősítési lehetőség. A digitálisnál pedig általában a hangkártya digitális kijáratán keresztül el kell juttatni a jelet az erősítőig, és utána attól függetlenül még az erősítőbe már gyakorlatilag onnan jön ki analógba. Tehát az erősítő már analógá alakítja, mert valahogy vissza kell alakítani analógá, mert nem hallod. Digitális hangot nem hallasz, ugye? Tehát az analógnak kell lenni a végén. Úgyhogy ennyi. Melyik a jobb megoldás? Én azt gondolom, hogy attól függ, mi a cél. Kisebb teljesítményre közeltéri hangszórók esetén majdnem, hogy azt mondom, hogy tök mindegy. Talán az analóg még jobb megoldás is, mert olcsóbb. Ha messzebbre akarjuk vinni a jelet, nagyobb hangszórókra akarjuk, nagyobb teljesítményű hangszórókra akarjuk rákötni, vagy valami olyan erősítőre, ami ezeket a hangszórókat meghajtja, ott már célszerűbb a digitálisabb. Digitális, hiszen a jelátvitel során keletkezik általában az analóg jelben zaj, hiszen az összeszedi a környezeti zajokat. A digitális nem szedi össze, az is összeszedné, de mivel ez egy digitális jelfolyam benne, magát a jelfolyamot nem befolyásolja. Tehát nem zavar rá. Ennyi igazából, amit tudni érdemes az analóg és a digitális hangok közötti különbségről. Értem, köszönöm szépen a válaszodat, és további jó műsorvezetést, és jó hétvégét. Köszönöm viszont neked is. Hello, köszi. Hello, Miki. Továbbiakban is hívhattok, akár telefonon, akár Skype-on is, 4451349, ez a telefonszám, budapesti, analóg. Nem analóg egyébként, ez is érdekes, nem analóg, de milyen érdekes, hogy egyébként mikor ti már halljátok meg, sőt, amikor a mi hangpultunkra is rákerül, akkor már analóg. Egyébként meg VoIP a telefon, ami még csak nem is digitális, hanem olyannyira digitális, hogy internet alapú. Tehát biztos, hogy digitális, ugye? És ennek a végére van kötve gyakorlatilag ugye egy kis úgynevezett hangátala, hogy hívják ezt? Milyen router?
Popped Router talán, vagy Chopped Router, nem tudom, sok rövidítés az nekem néha így nem megy. Az a lényeg, hogy az IP hangát, tehát a VoIP-os hangot visszaalakítja analóg, rendes telefondugóvá, tehát bedughatsz egy, akár egy kurblis telefont is, hogyha ahhoz van kedved. Na most annyi a különbség, hogy nálunk ez be van kötve, hogy az a telefon hibridbe. Megmutatni most nem tudjuk, mert be van építve, és ezt most így, ha megmozgatnánk a kamerát, se tudnánk megmutatni. Ez egy ilyen kis regbe épített kis kütyű, kimondottan televíziók, rádiók használják, pontosan arra, hogy a telefonnak a hangját rá lehessen keverni ugye a hangpultra, ezáltal beadható adásba. Meg lehetne oldani másféleképpen is, mert egyébként úgy is meg lehetne oldani, mondjuk mivel VoIP bárhol levehető a jel, akár a mobilomról is, ugye ezt már egy gumiszobában talán láthattátok is, hogy az én telefonom mindenféle átirányítás nélkül, tehát nem azt használtuk ki, hogy átirányítottuk a telefon, bár az is egy megoldás, csak az drága megoldás, hanem ha már internet alapú van, erre kliens szoftver, általában az Androidok tudják is alapból, be lehet állítani az ilyen telefonokat is mobilra, és akkor internet alapon működik, átirányítható, de akár egy szoftver segítségével számítógépen is levehető, és akkor a számítógép hangkártyán keresztül is beköthető lenne a hangpultba. Tehát sokféle módon meg lehet oldani egyébként az ilyen analóg digitális átalakítgatásokat. Ez talán a professzionálisabb, hogyha ugye a visszamenő hang, stb., mert ugye az, hogy az a kevés, hogy csak mi halljuk, nektek is hallani kell a másik oldalon, ehhez pedig azért egy céleszköz, ugye egy telefon hibrid az egy célszerűbb eszköz erre. Jó. Menjünk tovább. Szia, Lenni, mit szólsz ahhoz, hogy a szimulátorokhoz, ahol a számítógépen belül van egy virtuális operációs rendszer volt? Üdv a családnak. Hogy mi? Még egyszer, tehát John Mayle kérdezi egyébként a szimulátorhoz, ahol a számítógépen belül van egy virtuális operációs rendszer volt. Nem egészen értem, mire gondolsz. Tehát azok olyan szimulátorokra gondolsz, amikkel mondjuk játék szimulátoroknál, hogy azok egy számítógépek, alapvetően azok, tehát hogy mik lennének, azok számítógépek, vagy konzolok, de inkább számítógépek, mert a számítógépen jobban lehet ezeket a perifériákat programozni, személyre szabni, stb. Konzolokhoz leginkább csak a saját, tehát a konzolgyártó által kiadott eszközök használhatók, mivel ezek az eszközök, ezek általában nem kimondott céleszköz, tehát ilyen kormány, meg ilyenek, esetleg az még lehet, hogy van mondjuk, mit tudom én, Xboxhoz, vagy PS4-hez van kormány, ha jól tudom, de mondjuk most más eszközökről beszélünk, mondjuk tényleg olyan a SimCity-ben, amikor volt onnan az adás, ugye akkor ott láthattátok, hogy milyen repülőgép, szimulátor, műszerek, mindenféle csoda, és még ráadásul működnek is, tehát hogy ezeket így megoldani, azt ez egy konzollal nem lehet, a számítógépekkel. Ezt a virtuális operációs rendszert, ezt nem egészen értem, hogy ez hogy jön ide, lehet virtuális operációs rendszert futtatni. Tehát egy operációs rendszer, ahol lehet futtatni egy másikat virtuális környezetben. Többet is akár, csak hardware kérdése, ugye, hogy mennyit bír el. De van ilyen, sőt, nagyon sok helyen alkalmazzák ezt. Tehát például, amikor különböző webtárhely szolgáltatóknál vásárolsz te mondjuk webtárhelyet, és nem csak tárhelyet, hanem mondjuk webszolgáltatást, és akkor általában te egy virtualizált környezetet veszel meg, tehát megcsinálnak neked egy virtuális oprendszert, amiben te akár telepíthetsz föl saját adatbázis kezelést, stb., és ez nem befolyásolja a többi előfizetőnek a tevékenységét, mert ott te gyakorlatilag egy mini operációs rendszert kapsz, ami ezeket a célokat kiszolgálja. Csak egy példát mondtam, hogy mire valók például ezek a virtuális oprendszerek. Vagy egyszerre két oprendszert akarsz futtatni a gépen, tehát mit én szükségem egy Linuxra, mert mondjuk egy olyan programot vagy szolgáltatást futtatsz a gépen, amint csak Linux alatt van mondjuk. Vagy fordítva, tehát hogy mondjuk Linuxot használsz, de egy Windowsos programot kell futtatni, erre vannak emulátorok is, és vannak úgynevezett virtuális megoldások. És az emulátor az kevésbé jó, mert ott az állandó, a real-time kompájlolása, a real-time fordítása, ez nagyon erőforrás igényes. Viszont a virtuális rendszer az gyakorlatilag egy másik operációs rendszert futtat olyankor, és gyakorlatilag Linux, vagy Windows alatt tudsz futtatni egy Linuxot mondjuk. És abban ugyanúgy teljes funkcionalitással bír, mint hogyha te azon a gépen csak egy Linuxot futtatnál, de érdekes módon mind a kettő fut egyszerre, tehát gyakorlatilag két számítógéped van, de akár több is lehet. Tehát, és fordítva is ugyanez, tehát ha Linuxot használsz, vagy Windows-t is akár alá tudsz futtatni, vannak erre megoldások. Ingyenes megoldások is vannak természetesen, tehát például valaki az Oracle-nek a Virtual Box-át használja Windows alatt,
akkor nyugodtan föltáltalálj Linuxot. Tehát így is ki lehet próbálni, egyébként oprendszereket teszem hozzá, csak ne a gyorsaságra menjünk rá, mert ugye itt azért oprendszer alól fut oprendszer, tehát azért nem olyan, mintha natívba futna, bár félig meddig natívba fut, de azért nem lehet 100%-ig kihasználni ugye mondjuk a virtuális rendszernek a teljesítményét, hiszen egy, előre meg kell adni, hogy milyen erőforrásokkal dolgozom, kettő, alatta fut a másik, tehát ő egy oprendszer alól fut, ergo az az oprendszer már eszi az erőforrásokat, és az alól, ha még egyet futtatsz, az még csak pluszba fog jönni, tehát hogy azért ott nem lehet 100%-ig letesztelni, sőt, tovább megyek, az sem nagyon fog működni, hogy mondjuk Linux alól futtatunk egy Windows-t, és azon a Windows-on mondjuk játszunk, ugye, mert a Linux alól nem lehet játszani, akkor sokan szokták, hogy tehát majd felteszünk egy virtuális Windows-t, és akkor majd azon játszunk. Nem igazán, hát azok a videókártya és egyéb hardverek erőforrásait azért virtuális környezetben ugyanolyan teljesítménnyel kihozni belőle, mint hogyha natívba futna, azt azért nem igazán lehet. Van persze, ami működik, de nagyon sok minden nem, tehát hogy azért ez ilyen 80-20%-os arányban mondhatom azt, hogy működik, 20%-ban meg nem. Erre jobb már akkor inkább az emulátor, még ha nagyobb erőforrással is kell számolni, viszont a real-time fordításnál gyakorlatilag esélyesebb, hogy egy játékot elindít mondjuk az ember. Szó, hát ezt mind ki kell próbálni. De a legjobb mindig a natív, ugye? A többi az már kicsit bonyolítja a dolgokat. Menjünk tovább. Mennyire fog bejönni a felhasználóknak a Chrome új dizájnja, illetve nem a Chrome új dizájnja, bocsánat, hanem az Android L, mint design. Ezt itt a HVSV-sek kipróbálták, hogy milyen az új Android L. Olvastam, nézegettem, design, hát most a design az pont egy olyan dolog egyébként, ami speciál változtatható, pláne Android Art Launcherről beszélünk, ugye, tehát egy futtató környezet, az változtatható, rengeteg ingyenes, rengeteg fizetős futtató környezet van. Most az, hogy mi az alap, az egy dolog. Lehet módosítani. Tehát nem annyira kötött, mint az OSX. Ugye az OSX-nél, vagy OSX, iOS, keverem néha a kettőt. Tehát az iOS alatt ugye a kötöttség az abban rejlik, hogy változtatnak valamit, és nem tudsz te az ellen tenni. Tehát ha ilyen egy ikon, az olyan is marad, mert nem igazán lehet változtatni ezen. A Android alatt ez, mivel nyitott oprendszer, gyakorlatilag bármikor megoldható, hogyha neked nem tetszik mondjuk a könyvjelzőnek az ikonja, akkor ezt megváltoztatod. Tehát egy másik launcherben más ikonok vannak mondjuk, vagy lehet külön ikontárat letölteni, amivel megváltoztathatod a beállításokat, akár csak Windows alatt, ugye? Windows alatt is erre van lehetőség. Nem tetszik egy programnak az ikonja, akkor megváltoztatod. Tehát, hogy lehet ilyen módon is személyre szabni, tehát ezt nem gondolom akadálynak, hogy azért, mert ők kitaláltak egy új irányt, és megváltoztatták a teljes dizájnt. Na bum! Tovább változtatod, vagy visszaváltoztatod a régire, valakinek nem tetszik, biztos megjelennek majd azok a dizájnok, amik az előző dizájn, tehát hogy Android L ugyanaz oprendszer, de az előző KitKat dizájnt rá lehet pakolni. Tehát, hogy ez módosítható lesz. Nem igazán ebben rejlik a változatossága ennek a történetnek. Jó? Aztán Misivel folytatnám, aki letette. Tehát, hogy Misi egyszer megcsörget Skype-on és le is teszed, hát úgy nem fogunk tudni beszélni. Misitől egyébként kaptam e-mailt, belépek az e-mail fiókomba, mert egyébként, és akkor, mert nagy valószínűséggel ezzel kapcsolatban akar kérdezni, de ha egyszerűbb a csöröksz, és akkor tudunk beszélni is, az talán a legjobb megoldás, de azért előkeresem az e-mailedet, hogy az egész pontosan mire is vonatkozott, ha megtalálod. Ja nem, Facebookon írtatta azt nekem talán, nem is e-mailben. Na látod, egyszerűbb, ha felhívsz, nem? Úgy a legegyszerűbb, mert az a baj, hogy tényleg annyiféle fórum van, írtok a Fixnek a Facebook oldalára, írtok az én Facebook oldalamra, van, aki a személyes Facebook oldalamra is ír, van, aki e-mailt ír, azt is több helyre, van a Restartra, van a Vendire, van az Infóra, hát azért ennyi felé én nem tudok figyelni. Tessék? Most ezt komolyan mondom? Lehet a Krisztiánnak is írni, most ajánlotta fel. Mondjam az e-mailt, nagyon nehéz kitalálni egyébként. Na jó, nem, de csak hogy értsétek meg, hogy sok e-mail cím létezik, azért, mert mindegyik le van válogatva, hogy mire használjuk egyébként, de hát most ettől függetlenül, hogyha érkezik egy e-mail, nem arra az e-mail címre, ami esetleg érkeznie kéne, attól még az ember válaszol rá, csak hogy sok helyre sok e-mail érkezik, és tényleg én nem siránkozásból mondom, mert én egyébként valahol nagyon örülök neki, hogy ennyien írtok, és hogy ennyien nézitek a műsort, de azért nehéz néha napi szinten, azt kell, hogy mondjam, hogy átlagban 30-35, van, hogy 40 e-mail, de van, hogy még több, attól függ, hogy mivel éppen hogy jön, e-mailt kapok.
Hát azért ennyi e-mailt megválaszolgatni műsoron kívül, bevallom őszintén, nem nagyon szoktam. Tehát néha napokig nem foglalkozok az e-maillel pont emiatt. Misi meg türelmetlen. Azt kell, hogy lássam, mert most felvettem, de leteszi. Misi, Misi. Jó. Tovább mennék inkább. Na, utoljára felveszlek, Misi, remélem nem teszed le. Halló, szia! Itt vagy? Igen. Halihó, szia! Ja. Rendi, azt akarom kérdezni, hogy van nekem egy számítógépem, amelyik van Blu-ray lejátszó. Blu-ray lejátszó, igen. És szeretnék egy módosítani rajta, tehát hol lehet megkapni egy UHD-K 4K-t? Igen, emlékszem a kérdésedre, meg küldtél nekem, azt hiszem Facebookon ezzel kapcsolatban már kérdést. Ez érdekel engem, hogy lehetne. Aha, jó, több baj van, egy baj. Az első baj az az, hogy ugye a kettő nem függ össze. Tehát az, hogy most DVD, CD, Blu-ray, vagy mi van az ember gépében, az nem függ össze, hogy attól, hogy az a milyen videóformátumot akar tárolni, vagy mit akar vele kiírni. Ugyanis kapásból olyan, hogy 4K, ahhoz még semmilyen média, mint úgy nem létezik. Sőt, tovább megyek a H264, tehát az AVC, HDS sem létezik igazából, yes. Külön média formátum. A Blu-ray az még mindig az MPEG-2-nél tart, bár teszem hozzá, bármit kiírhatsz rá, mert adatként bármit ki lehet ráírni, MPEG-4-et, MP3-at, képeket, videó, tök mindegy. Tehát igazából nem függ össze a kettő, tehát ha mondjuk te egy 4K-s videót ki szeretnél írni bármire is, azt megteheted a DVD lejátsz, vagy a DVD íróddal is, vagy Blu-ray íróval is, ha az van. Nincs ez még szabvány. Halló! Én itt vagyok, figyelek, meg közben mondtam is. Én szeretnék egy 4K, tehát amelynek 8 megapixeles író. Nem Blu-ray, hanem annál még, tehát Blu-ray akkor négyszerese. Én ezt tudom, de mondom, ilyen nincsen. Nincsen, nem gyártak még ilyen? Nincsen. Sőt, szerintem nem is fognak, mondom, tehát hogy nem függ össze a kettő. Tehát, hogy nem függ össze azt, hogy mit írsz ki egy lemezre, azzal, hogy azt te mivel írod ki. Érted? Vagy nem tudom jobban elmagyarázni, de nincs hozzá formátum egyelőre még. Nincs egyelőre, még nem jelent meg akkor. Nem tudom, hogy lesz a jövőben, szerintem nem lesz egyébként, mert hogy igazából annyira átmegyünk az online tartalomfogyasztás felé, hogy az optikai meghajtók, illetve az azon való archiválás, az megmarad az adatszinten, tehát én nem hiszem, hogy ezt olyan nagyon továbbfejlesztenék. Vannak ilyen ipari szintű, már nagyobb teljesítményű, Blu-ray-nél is gyorsabb, meg Blu-ray-nél is nagyobb tárkapacitást lehetővé tévő optikai archiválási megoldások, amik egyelőre nagyon drága megoldások, tehát én nem hiszem, hogy ebből bármikor is ilyen szinten szabvány lesz. Igen, értem. Okay. Jó, köszönöm szépen! Nincs vit! Hello, hello, szia! Igen, egyébként most visszagondolva tényleg, tehát hogy én mondtam az előbb, de rácsodálkozok a saját mondani valamra, hogy tényleg, tehát Blu-rayről beszélünk, de a Blu-ray, az igazi gyári Blu-ray is MPEG 2. Tehát nem MPEG 4, MPEG 2, tehát M2TS egész pontosan formátumban szokott lenni gyárilag. Ugye? Tehát az pedig MPEG 2-es formátum HD-ben. Na most, hogy az onnantól kezdve nem HD, hanem 4K, vagy 3D, vagy bármi, attól az még Blu-ray formátum, az, hogy a videónak a felbontása nagyobb, attól még maga a média, tehát ezt azt hívjuk médiának, ugye a lemezt, meg az író, tehát az a média, a fizikai megvalósítása annak a képi vagy hangi anyagnak, amit te látsz vagy hallasz, az a média, tehát a lemez, a korong mondjuk, az attól függetlenül még nem lesz olyan 4K-s korong. Nem lesz. Az valószínűleg vagy Blu-ray-en marad, vagy nem is lesz, mert hát annyira inkább online felé hajlunk, hogy általában az ilyen tartalmakat már inkább streamingbe fogják az emberek használni, tehát online módon. Meg hát vagy fájlba, tehát fájlba jön az adat, ugye? És azt a fájlt meg bármivel, bármire kiírhatod igazából, nem muszáj azt speciálisan optikai lemezre írni. Flash-sel folytatjuk, aki Skype-on itt van. Halló, szia! Halló! Halló, szia, Vendi! Hallasz? Hallak, igen, most már hallak, parancsolj! Ó, szuper, csak... Nagyon lassú meghalk, de mindegy, már mint nem tudom, hogy a net késik, de hát lenne két kérdésem gyorsan, mielőtt még az adásnak vége, hogyha ráérsz. Na mondjad gyorsan. Jó, hát az lenne a gondom elsősorban, hogy ugye nem tudom, hogy emlékszel még, de szerintem nem, mert korábban már beszéltünk, hogy nálam volt probléma a géppel, ugye újra is installáltam, és gyakorlatilag most vettem egy SSD-t,
és megpróbáltam ugye tehát a oprendszert feltelepíteni rá, hogy arról fusson meg, ugye egy-két programot gyorsabb legyen, és tulajdonképpen installnál, amikor tehát USB-ről akartam felrakni rá egy oprendszert rendesen, bootoltam USB-ről, akkor, és ugye ott az installnál partíciót megpróbáltam, tehát ugye csinálni egy partíciót, ugye leformázni frissen a vadi SSD-t, és rápakolni a Windows-t. Igen. És? Nem működött? Vagy... És most ezzel az a helyzet, hogy tulajdonképpen nem tudott, azt írta ki, hogy nem tud partíciót kijelölni az új SSD-n. Én azt gondolom, hogy tehát, ezt úgy tudtam megoldani, hogy visszapútoltam a régi vinyomról, és leformáztam a lemezkezelőbe a Windows-ba, utána újra pútoltam az USB-ről, és akkor már ki tudtam jelölni ugyan, és fel is ment rá a Windows, ez egy 8.1-es, de ez most lényegtelen. És miután bootol az SSD-ről rendesen, akkor elkezd szaggatni, akadozni, tehát a driver installoknál is már befagy, nem újraindul, hanem fogja magát, és mint hogyha nyomnál egy resetet, fekete képernyő, a gép az még dolgozik, de se kép semmi, és tehát most nem is ezt mondom, mert az SSD-t már visszavittem, mert azon egyszerűen nem tudtam mit kezdeni, hogy szerintem ez... Tehát ötletem nincs, és azóta is ugye most a régi vinyomról megcsinálja ezt a problémát, hogy első indításnál benyomom a power gombot, és tehát nem történik semmi. Látom, hogy bootol, próbál lebootolni, tehát így tölt, így kírja a procit, a RAM-ot, stb. És utána az eltűnik, és utána ugye a logósót kikapcsoltam, de semmi, tehát fekete, sötét minden, és akkor ki kell nyomnom a power gombot, várni egy 3 másodpercet újraindítani, és akkor feláll, de ezt minden egyes alkalommal első indításnál el kell játszani, és tehát ezt nem tudom, hogy az, tehát ez az újraindítás, ez miért van? Tehát lehet, hogy zárlatos a gépház, mert vettem egy új gépházat, akkor átpakoltam, és gyakorlatilag azóta generálja, meg megsütött egy pendrive-omat az USB 2.0-as előlap sztort például, szóval ilyen problémáim vannak, nem tudom, hogy tudsz-e valamit segíteni. Ezzel kapcsolatban. Hát, ha háznak a hibája lehet, hogy valami zárlat van, tehát, hogy abban az új házban valahogy úgy van belerakva az alaplap, hogy valami ott összeér, ez előfordulhat. Ez mondjuk nem jó, tehát ezt meg kéne nézni, ki kéne szedni belőle, meg kéne nézni, hogy esetleg nincs-e valahol, ahol ez történik, tehát, hogy összeér. Illetve az a kérdés itt, hogy tápot is cseréltél? Tehát a házhoz táp is dukált, vagy a régi tápot használod? Tápot nem vettem, mert ugye még annó régebben vettem egy ilyen egész nagy, ilyen 950 wattos tápot, szóval nincs rá szükségem. Aha. De mondom, ezzel nem is volt. De lehet, hogy a táp? Hát lehet a táp is, igen, mert ugye az adja az áramot első körben, tehát hogy nem tudom, hát ezt innen elég nehéz megmondani, amit itt mondtál az elején, tehát hogy nem bootolt be, meg ilyenek, ez furcsa, tehát ez ilyen kontakthiba esetén szokott ilyesmi lenni, a videókártya nem jól érintkezik, vagy ilyenek. Vagy akkor szokott ilyen probléma lenni, hogyha a táp esetleg kevés, de hát 950 wattnak azért elégnek kell lenni, sőt. Ugyebár, illetve hát kérdés, hogy nincs valami hibája a tápnak. Tehát szóval mártás. Még egyszer? Ráadásul ugye ez egy Corsair táp, szóval, és még garanciás is, úgyhogy nem hiszem, hogy... Hát nem tudom, mert ugye a régi gépházzal, meg ugye, tehát akkor ez lehet, hogy zárnat lesz, mert a régi gépházzal ez nem volt. Aha. Igen, ki kell próbálni akkor, hogy... Az SSD-re meg nem tudok mit mondani igazából, az van olyan, igen, hogyha nincs megformázva, akkor van olyan, hogy nem szeretik az operációs rendszert föltenni, tehát első blikre meg kell formázni a lemezt. Bár ezt az oprendszer alól is meg kéne, hogy tudja tenni, tehát azért furcsa nekem. Illetve annyi lehet még, hogy nem tudom, hogy SATA 3-ra, SATA 2-re, vagy hova dugtad rá, de általában a SATA 3-hoz oda kell third party driver ahhoz, hogy egyáltalán lássa rendesen ugye magát az SSD meghajtót. Tehát többen próbáltam, tehát végigpróbálgattam. Mert SATA 2-nél nem kell, mert ugye alapból valószínűleg azt azért egy Windows 8 már lekezeli rendesen a SATA 2, de már egy Windows 7 is, tehát ha arra van dugva, ott nincs gond. Windows, vagy mi az, SATA 3-nál kell plusz driver hozzá, amit hogyha azon akarod már, hogy a rendszer is fusson, akkor azt telepítés előtt, mint harmadik féltől származó program, először a drivereket fel kell hozzá rakni ahhoz, hogy életre keltse már a telepítés során is az SSD-t. Az lehet esetleg. És ez, hogy a Windows telepítőnél nem tud partíciót, tehát nem tudja magára kijelölni magát az SSD-t, hogy elkezdje telepíteni, ez erről te hallottál már ilyenről?
Hát mondom, ilyen előfordulhat, hogyha friss az SSD, valóban ahogy te csináltad, meg kell formázni, ilyenkor is újra meg kell próbálni, de hát mondtad, hogy utána már sikerült. Tehát, igen, csak hát szaggat, akad, kikapcsol. Tehát a vége mindig az lett ennek az egésznek, hogy, hogy gyakorlatilag lelőtte, mintha rezetet kapott volna, és akkor úgy szépen világít a LED így a gépházba, de azon kívül semmi. Passz, nem tudom, lehet, hogy akkor hibás tényleg az SSD. Tehát, hát jó, visszavittem, úgyhogy remélem. Nincs ötletem, igazából érne még nem találkoztam, hogy akadozott volna. Hát van olyan, hogyha ugye ez inkább a tápellátásnak tudható be egyébként, tehát ez is ilyen speciálisan veszi fel a tápot némelyik SSD, és elképzelhető, hogy ilyen kicsit ilyen ingadozva működik, hogy gyorsnak gyors, de van amikor pont, hogy nem. Tehát, hogy milyen SSD egyébként ez? Tehát milyen most akkor nem gáz, hogyha mondom? Ne a gyártót mondjad, hanem az, hogy milyen jellegű SSD, tehát milyen gyors mondjuk. Azt tudjuk? Hú, hát azt hiszem, nem tudom, tehát a írás olvas, mondjuk ez most nem nagyon emlékszem, de azt hiszem, hogy a írás olvasás ilyen 450, 415 perszek, valahogy így megabájt természetesen, igen. Tehát én ezt így olvastam. Tehát, de írás és az olvasás is ennyi, tehát nem az, hogy az egyik hát olyan, azt, egy valamivel kevesebb, tehát azt hiszem, hogy a tehát valamelyik 415, 450, ilyesmi. Jó. Tehát mindkét érték. Hát azt nem tudom, mert mi is használunk SSD-ket elég sok helyen. Én a laptopomban is, most nem az van benne ugyan, de már használtam benne SSD-t, és én nem találkoztam ilyesmi problémával. Tehát tökéletesen jól működött, tökéletesen föl lehetett rakni rá a rendszert is. Nem tudom, lehet, hogy hibás volt az SSD akkor, amit vettél. Előfordulhat. Jó. Ki kell cseréltetni aztán utána. Azért nem szabad ezt feladni, hát mert igen, jobb SSD-vel, tehát biztos, hogy gyorsabb lesz a rendszer, csak hát ki kell, tehát mindent hol kell hozzá normálisan pakolni, illetve a hozzá szükséges driverek, az mondjuk lehet, hogy nem árt, hogyha tényleg mondjuk SATA 3-on használod, ha mondjuk SATA 3-as. Egy kérdésem lenne, hogy akkor ilyen drivereket, tehát ezeket a drivereket, én ezt hol találom meg, a gyártó honlapján? Gyártó honlapján, igen. Vagy hát elvileg kaptál hozzá. Semmit, csak az SSD-t meg egy ilyen ragasztós keretet kaptam hozzá. Tehát... Szép. Hát akkor a gyártó oldalán kell körbenézni. Igen. Jó, mindegy, hát úgyis visszavittem. Nem is a gyártó oldalán, bocsánat, hanem az alaplap gyártónak az oldalán kell a SATA 3-as drivert hozzá felrakni. Azt felraktam, tehát... Ja, hogy az SSD... Aha! Na hát az SSD igazából nem kell driver. Próbáltam is találgatni. Aha, mert az SSD ez úgy alapvetően nem kell driver, ugyanúgy kellene, hogy működjön, mint egy vinyó, tehát egy bármilyen merev lemez. A SATA 3-as az viszont fontos, mert azon használod, akkor ahhoz először meg kell adni a SATA 3-as illesztő programot, hogy egyáltalán tudjad használni. Igen, ezért. Hát. Csak mondjuk, tehát az lehet, hogy kimaradt, mert ugye tehát Winchester-re nem kell ilyenekkel rakozni. Igen. Jó, hát akkor majd még meglátjuk, mi lesz, úgyis szerintem még hívlak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a segítséget. Oké, nincs vit. Szevasz, szia. Jó műsort és jó hétvégét. Köszönöm viszont neked is. Illetve hát mindenkitől búcsúzom, mert tényleg a műsorunk végére értünk, Attilánt sajnálom, de már nem igazán tudunk most már beszélni, úgyhogy próbáld meg majd légy szíves később, vagyis úgy értem később, hogy hétfőn. Köszönöm egész heti kitartó figyelmeteket, ez volt a Restart, hétfőn találkozunk 5 órától újra élőben, jó pihenést, jó hétvégét nektek, jó idő lesz, úgyhogy tessék kihasználni, végre itt a jó idő, pihenjetek jól, szevasztok!